Az iskolától kaptunk raklapokat és szerszámokat, és több diák és tanár segítségével ezt padokká és székek kialakítottuk, hogy szünetekben ki tudjunk jönni és ki tudjuk használni az udvart. Itt a Károly Mihály két tanítási nyelvű közgazdasági technikumban állunk éppen. Gyakorlatilag beszorulva a Váci út hadsávos lüktetésébe. Körülmény dacára igyekszünk egy nagyvárosi lüktetésben egy helyi kis zöld szigetet létrehozni. Osztálytársaimmal, barátaimmal terveztük, azzal a céllal, hogy legyen egy szép kis kertje az iskolának. Az évek alatt összegyűjtöttünk egy örökös ökoiskola címet és egy madárbarát címet. Szeretnénk, hogyha diáktársaink jobban odafigyelnének a környezetvédelemre, és így arra gondoltunk, hogy mi lenne, hogyha egy környezetvédelmi országos versenyt rendeznénk. Többfordulós versenyt szeretünk volna létrehozni, hogy a diákokkal szorosabb legyen a kapcsolatunk, mivel mi is még félúton haladunk a tudatosság felé, de ugyanúgy, mint felnőtt társaink, van, akik még nem csatlakoztak ehhez a mozgalomhoz.